estét megint! Majdnem azt mondtam, hogy újra itt élőben, de francokat vagyunk élőben, abszolút felvételről, de legalább friss műsor, a hashtag Bocskor folytatódik, és így megyünk egészen májusig. Hadd mutassam be a vendégeimet! Itt van Vosala Rozi! Pásztor Anna! Szécsi Zoli! És Németh Kristóf! Komoly társaság! Hiányoztatok, barátaim! Hiányoztál te is! Te tényleg, is! Tényleg, hiányoztál. Egyébként itt vagyunk a száraz november közepén. Hogy megy Kristóf? Nehéz, nehéz, de... Övön aluli volt. Csak céloztam a... Záher tanár úr óvaintett attól, hogy pontosan ezt akartam mondani, hogy Záher azért bizonyos esetekben mondta, hogy ne annyira sietős. Bizonyos esetekben? Nálunk november úgy néz ki, hogy 3. édesanyám születésnapja, 5. az enyém, 7. Lőrinc nagyfiami, aki most 16 éves lett, és már javarészt a barátnőjével krúzol jobbra-balra, és örömünnep, hogyha találkozunk. 24-én Leventének lesz a 4 évesnek a születésnapja, most lesz 4, és augusztus 3-án született meg a legkisebb Olivér. A száraz novemberre akarom mondani, nekünk ez baromi nehéz. Tehát ezt rögtön elengedtük, azt hiszem 3-án ezt a kihívást. Harmadikán? Két napos volt a száraz november, és aztán 3-án elvesztettük. Ennyit a száraz novemberről, jó? Na, Anna, viszont hallom, hogy te a dézsát meg a hippi életet most felcserélted, és telek és ingatlan tulajdonossá váltál, és költözni fogsz, mert hogy építkezel. Hát az jó, hogyha te tudod már, hogy én költözök, én még nem látom az alagút. De, én már látom. Vannak olyan tabu szavak, amit nem szabad építkezéssel kapcsolatban mondani, mint például az, hogy beköltözés. Tehát arról nem beszélünk. Az egy ilyen, aha. A beköltözésről nem beszélünk, az mindig az X+1. Nap. De nem, ami tök érdekes, olvastam, hogy 25-ször költöztél eddig életedben, és ez a 26. lesz? Igen, 25 albérletben éltem eddig, és ez a 26. hely lesz, ami már nem albérlet, ahonnét nem lehet kirakni, ahonnét nem döntik el, hogy mégiscsak visszaköltöznek, meg eladják az ingatlant, meg menjek mégis el. Ez lesz az, ahol én ott maradok, ott lakok, gyökere teresztek, és a gyerekeim tudják, hova kell hazamenni. Visszatérve az építkezésre, Anna, azt mondtad, hogy egy építkezés hihetetlen dráma, méghozzá felső fokon. Mindenki felkészített, hogy ebbe beleőszülnek az emberek, de úgy voltam vele, hogy nem baj, jöjjön a tánc. És most egyébként tényleg, tehát ez való igaz. Tehát én, ahogy az ismerőseimet nézem, építkezésbe csak bele lehet őszülni, házasságok mennek tönkre, te meg táncolsz a burkolóval? Tehát, hogy mi ez az, hogy le, ez az öröm? Itt ezt mondozol, de volt ilyen. Nem mondod. Megérkeztek a vasasok, hozták ezt a rengeteg vasat, és forgattunk ugye közben egy ilyen vlogot, és ahogy bejöttek a kamerákba, így fölvették ezeket a sisakokat. Elkezdtem rögni, és mondom, Village People megvan, és megvolt nekik. Nem mondod. Nyomták a szakik velem együtt, persze, és fölvettek. Eskü. Szóval, aki... Na, így nehezen lesz kész a ház, az biztos, nem? Tanítasz a szakiknak, ahelyett, hogy tudták ezt elérni. Tudták, az én munkásaim ott álltak, és így nézték, hogy ezek a felsővezetők, ezek biztos valamin vannak. Megérkezik a fő mufti, és már nyomja is. Régen táncosok voltak az operaházban, csak a Covid alatt ugye megszűnt ez a munka, és ott burkolók lettek. Úgy kezdtem neki, hogy aki itt belépsz, az hagyjon föl minden reményet. Tehát, hogy én 19-re 2 lapot húztam, ez az én életem alapvetően, és úgy gondoltam, hogy ezt a felnőtt legót én jókedvel fogom bármeddig is tart végigcsinálni. Tehát, hogy ez egy év az egy, ha 10-10, ha 20-20, ameddig tart, és minden kicsi lépcsőre leülök, hogy ez már enyém. Az előbb mondtad, hogy csinálsz, vagy csináltál egy vlogot erről? Tehát egy YouTube sorozatot? Én innétől kezdve bizniszasszony vagyok. Figyelek. Ugyanis a rockstárok azok nem annyira gazdagok Magyarországon. És kitalálta viszont az okos rockstár, hogyha forgat egy vlogot,
és utána abba bevon nagyon-nagyon sok érdeklődőt az építőiparból, akkor abból lehet, hogy egy kicsit hozzá lehet tenni a házépítés költségeihez. Tehát rocker és építőipari vlogger vagy most? Igen, de azóta már lettem építész, építőmérnök is kínomból, mivel hogy a kislány, aki csinálta nekünk, ő megszült, és a hormon háztartása felborult. És ez látszik a tervrajzon? Nem, a tervmódosítási kedvének nem tett jót a hormonháztartásnak a felborulása. Hányadik tervmódosítási kedvének? Hát igen, így is nézhetjük a dolgokat. És ezúttal generál kivitelező is vagyok, ugyanis azok a vendégmunkások, akik a generál kivitelezőmmel még olyan jóba voltak tavaly, szilveszterkől már nem jelentek meg. És ő azt mondta, hogy akkor onnétől közben nem generál kivitelező. De ez a Village People, vagy ez nem az? Nem az. A kis vidámak azok a vasfémkeresek. Nem, ő a generál kivitelező, Imi. A generál kivitelező, helybéli szaki, és onnétől kezdve ő azt mondta, hogy Anna, én mától kezdve csak kőműves vagyok. És itt néztem már, hogy ez mit jelent, azt mondja, hogy minden telefonszámot odaadok, de nagyon ügyes gyerek vagy, te meg fogod tudni csinálni. És az azt jelenti, hogy egy olyan szakmát kaptam a kezembe, amit nem akartam. A kezem? Semmilyen szakmát nem kaptam a kezembe. Nem akartam. Ne szívd Imit! Az egy negatív hozzáállás. A kolopács az még nem szokma, a szerszámnak hívják. Én doktorálni fogok az építkezésben. Kérdezz bármit. Bármit tudok, egészen az ablakok betételeig tudok bármit neked mondani. Anna, ha megvan, akkor elkezdek én is építkezni, és akkor lehetsz a vezető. Szóljál, nagyon jó kontaktja. Most hogy áll a ház? Tehát alapok, sehogy. Szerkezet. Termek mondtad. Termek és kalapács. És ez szakma. Eddig itt tartunk. Úgy állt, mint eddig. Van egy diploma a kezemben, semmi más. Ez legalább építőipar. Hagyjatok már neki valamit inni, mert negatív. Egyébként meglepő, fantasztikusan áll a ház. Ahhoz képest, mindent leszámítva, nagyon szépen állatunk. Úgy néz ki a ház, hogy ma tették be az ablakokat. Ma tették be az ablakokat, még beborult az ifa, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a fal. Ilyen meredeken lakunk. És megpróbált följönni seggel, és ennyit csináltak, amilyen és az ablakok rajta ugyanezt csináltak, úgyhogy a 20 munkás tanult meg meditálni és imádkozni egyszerre velem együtt. Valójában nem betéve vannak az ablakok, beestek. Helyük beestek! Wow! És szóval, hogy megérkeztek a ablakot, hogy jövő héttől kezdődik a háznak a külső szigetelése, valamint a gipszkartonozás. Viszont minden más folyamat már meg van rendelve, elő van készítve. Az utolsó dolog, amit most holnap fogok leadni, az a csempe, és csináltam külön csempe terveket. Tehát én minden kézzel rajzoltam meg, 3D. Nem semmi. Kristóf az előbb említette, hogy augusztusban született meg a kisfiad? Augusztus 3-a. Augusztus 3-a. Gratulálunk. Köszönjük egyébként. Köszönjük szépen. És... mi melója volt benne. Igen, és ez egy nagyon jó átkötés a túlnépesedéshez. Az egész családok nevében köszönöm szépen. De van egy fotónk azért, hadd mondjam, hadd mutassam meg. Tehát itt vannak a cukik. Itt van a legkisebb Olivér, Levente a középső és Lőrinc nagyfiam, úgyhogy... így a német família. Német family. Látod, és benn van az ablak, nézd oda, Anna. Na, nem véletlenül mondtam azt, hogy túlnépesedés, bocsáss meg, Kristóf, de... nem... most már álljál le! Rozival kell erről beszélnünk, ő volt Szingapúrban. Nem a leállásról, meg ilyen dolgokról. Nem. Most már állj meg, biztos, Rozival fogunk erről beszélgetni. Amit te itt elkövetsz a túlnépesedés szemben, azt a Rozi próbálja valahogy kiküszöbölni Szingapúrban. Balanszírozni. Szingapúrban jártál, hogy megnézd... Nem cölibátus fogadtam, csak nem erről van szó. Nem azért járt Szingapúrban, igen. Tehát ő
különböző technikákat figyelt meg, amit alkalmaznak élelmezési gondok megoldására, és ami ugye nagyon izgalmas ebben, hogy ő járt egy úgynevezett húslaborban, ahol műhalat, meg műhúst... Meg... Nem nevezzük műnek, mert pont ez benne az érdekes. Azért választottam ezt a témát, kaptam egy fantasztikus felkérést, egy dokumentumfilmben feldolgozhatom ezt a témát, ami az élelmezés témája, és az, hogy igazából ma már 8 milliárdan vagyunk, perceken belül 10 milliárdan leszünk, hatványozottan nő a fehérjefogyasztásunk, tejfogyasztásunk, halfogyasztásunk. Figyelj, hogy figyel a Krisztus? Bolygó ezt nem tudja már lassan táplálni, Zoli tudja a legjobban, hogy milyen kihívásoknak vagyunk kitéve a melegedő bolygó miatt, az aszályok miatt, a mindenféle felborult kozmikus történetek miatt, és léteznek erre technológiai megoldások. Szingapúrt egyébként a Covid kényszerítette arra, hogy elzárták gyakorlatilag Kína, Malajzia, Japán elzárta az importot, illetve az exportot be Szingapúrba, és nem volt se fehérje, nem volt a csirkehús, nem volt hal, nem volt semmiük. És tehát csináljunk magunknak, ez volt. Rájöttek, hogy valahogy csinálni kell. De hát földterület sincs Szingapúrban, egy városállam ugyebár, egy ilyen picike hely. Úgyhogy elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. És a vertikális farmok mellett, amik most már azért eléggé elterjedtek, ugye az, amikor fölfele építkeznek, tehát nem földterületeken laposan kezdenek el vetni, hanem fölfele vannak mindenféle ilyen... Igen. Paradicsomot termelnek, mindenféle élelmet termelnek. A hús kérdésre hoztak egy olyan megoldást, amit precíziós fermentációnak hívnak. Most én megkerestem azt a dolgot a világon, amitől tényleg feláll a szőr a kezemen. Tehát, hogy laborhús, de tényleg, tehát van ilyen, hogy... És ez micsoda? És gondoltam, hogy akkor menjünk afelé, amitől a legjobban óckodom. Hát mert, hogy igen, te a gasztróvonalból érkeztél. Így van. És megtaláltam ezeket a cégeket, akik jelen pillanatban állami támogatással laboratóriumban húst termesztenek. Ez úgy néz ki, hogy kicsippantanak egy nagyon egészséges csirkéből, vagy marhából, vagy halból egy őssejtet, és olyan utána megy, tehát jobban jár, mint azok a csirkék, akik a Kentucky Fried Chicken-be végzik, mert ő boldogan él tovább. Majd berakják egy ilyen hatalmas bioreaktornak hívják ezt a dolgot, és olyan körülményeket teremtenek neki, mint amilyen egyébként az életben is van. Tehát gyakorlatilag élelmet, tápanyagot, egy médium nevezetű folyadékot raknak köré, és ez elkezd szépen ott magától növekedni, mert őt is az életben tartás tartja ezt a pici sejtet. Ez egy élő szervezet, ami ott nő. Ez egy élő szervezet, és gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között lemásolták azt, ami a természetben történik. És én teljesen szkeptikus voltam, én megkóstoltam ezt a laborcsirkét. Annyit mondjál, hogy igen. Akkor ott egyféle izomszövetet válik az egész. Igen. Gyakorlatilag egy mell lesz. De mondjuk igen. Egy comb nem lesz hát most már dolgoznak azon, hogy ugye rétegezzék, pont erről beszéltek, hogy most az első az egy mell, az egy csirkemell, amit képesek jó, voltak megcsinálni. Abszolút. És én megkóstoltam ezt a cuccot, ha én ezt vakkóstolás kóstolom, nem mondom meg a különbséget, ugyanis csirkehús, tehát mondtam, hogy... De úgy nő, és olyan filében... A formáját azt utána ők megformázzák, tehát ez olyan, mint hogy... Milyen formában etted? Ez egy kocka volt. Ettél egy csirke kockát? Egy csirke kockát. Most a chicken McNuggetsnek nem mindegy, hogy milyen formából fogják kivágni. Nem legyen dinós, meg hellodinós, És én megkóstoltam, és az az igazság, hogy esszük ezt a, tehát hogy én nem, de nagyon sokan eszik ezt a rengeteg gyors kaját, ezt a készételeket, a mirelitételeket, és gyerekek, ezt tele-tele van hormonokkal, antibiotikumokkal, toxinokkal, nem tesz jót, rossz minőségű ételeket eszünk. Ha ezt le tudja váltani egy laborhús, ami egyébként nem rongálja a földeket, nincs CO2 kibocsátás, és a vizet se fogyasztja a földön, hát akkor Isten áldásával. Az valamiből fölépül. Újra tudják hasznosítani ezt a médium nevezetű folyadékot, tehát ma annyit tehát vesz fel. A végén jobb lesz a hatékonysága, mint egy merült csirkefarm. De milyen ez a médium folyadék, az megitta? Igen, ez a folyadék. Te hogy itta meg egyébként? Mi nem a médium folyadék? Az egyébként csirkevérből csinálják. Amihez gyilkolják a csirkéket egy melletterő farmát. Te mint étteremvezető vállalnád akár ma? Ha Szingapurban ezt megkapnád, labor oszobukó, labor durbincs, labor nuggets. Ez nem a high-end éttermeknek megoldás. Te high-end étterem vagy?
Én azt gondolom, hogy jó minőségű alapanyagokból dolgozunk. Tehát, hogy mindjárt dobok egy számot. Tehát, hogy ez nem azoknak az embereknek szól, akiknek van lehetősége megvenni Marika nénitől a tanyasi csirkét, vagy van lehetősége, vagy pénztárcája. Tehát ez a világélelmezést... Ez a gyors éttermeket, a közétkeztetést, a Mirelit dolgokat, készételeket, ezt hivatott lecserélni. Na most maradjunk a fenntarthatóságnál, Zoli. Olvastuk, hogy egy konferencián részt vettél előadóként egyébként, ahol a pazarlás volt a téma, és ugye itt a víz pazarlása is szó volt, meg minden csak most először az jutott eszembe, hogy nem volt-e bármilyen lelkiismeret fordulásod, te, aki ugye az egész életedet abból úgy élted le, hogy 13 második fiúval fürdőztél 2.500.000 liter ivóvízben. Rájöttem, hogy miről van szó, mert próbáltam megkeresni, hogy a Zoli mit csinált. Volt egy falu, ahol én... De így a fenntartható. Szóval, hogy volt-e bármikor ezzel kapcsolatban gondolatod, amikor vízilabdáztál? Képzeld el, hogy volt, mert játszottunk, ugye Afrikának ugyanúgy van olimpiai kvótája. Viszont szegény kém, ugye, vagy Dél-Afrika, vagy Egyiptom, a két hely, ahol ott éppen van víz, és nem lövik egymást, vagy nem anakonda úszkál benne. Úgyhogy ott azért egy picit megfordult a fejemben, hogy azért szegénykéknek nem biztos, hogy ugyanúgy van lehetőségük edzeni, mint nekünk, úgy országos szinten. Itt van egy érdekes idézet tőled, azt mondod te, hogy mindenki a Földet akarja megmenteni, mi itt csak egy intelligens, a fogazatából ítélve mindenevő faj vagyunk, a Föld meg fogja gyógyítani magát, de saját magunkat el tudjuk pusztítani, szemléletmódváltásra van szükség. Milyen szemléletmódváltásra gondolsz? Rengeteg szemléletmódváltás. Ugye van klímahisztink, van mikroműanyaghisztink, tehát úgy normálisan egy picit elkezdtünk félni. Ez a hiszti szerintem abban a szempontból tök jogos, hogy valami történik. Tehát tudok neked idősorokat mutatni, vagy az, hogy néznek ki most a Földek. Az biztos, hogy történik. Az, hogy a Föld meg fogja gyógyítani saját magát, efelől nekem nincsen kétségem. Maximum mi pusztulunk el. Az, hogy mi ezt túléljük-e, az egy másik kérdés, mert ugye az összes katasztrófa filmben nem maga a Föld pusztul el, ha végig gondoljátok. Ő valamilyen úton, módon reagál arra, amit mi csinálunk, és ez nem biztos, hogy jó. Tehát most akár egy hurikán, vagy hurikán szezonok, akár bármiféle bányászat következtében egy földrengés, bármi, amit mi hülyeséget csinálunk, azért a Föld képes erre reagálni, csak az olyan 100-250 ezer halálos áldozat. Jövőkutatók elsősorban azt tartják szem előtt, hogy velünk mi fog történni az elkövetkezendő évszázadokban, és már van a tudományos körök egy neve a következő évszázadnak a pokol évszázada. És ezt már tudományosan használják, a Century of Hell nevű kifejezést, ugyanis olyan katasztrófák várnak a következő évszázadra, olyan időjárásváltozások, olyan problémák, amikkel, ha most nem kezdünk el foglalkozni, akkor majd az ükunokáinknak kell ezt megszenvedni. Hogyha belegondolsz, hogy mi történik most a Földdel, túlmelegedés, ugye mindenki azt mondja, elolvadnak a jégsapkát. Ugye azok a szélén vannak. Mi lesz belőle? Óceán, melegebb, lesz belőle felhő. Mit csinál a felhő? Visszaveri a napfényt. Egyrészt vihart, az nekünk nem jó, de amúgy ami a Földnek jó, visszaveri a napfényt, kvázi egy picit visszahűti majd a Földet. Tehát ő sokkal ez jobban... most a globális felmelegedéssel szemben megy, amit mondasz. Várjál, én most egy pár tízezer évről beszélek, amikor ezt majd ő megoldja. Az alatt mi simán kihalhattunk, tehát amiatt ne aggódja. Nem fog. A Titanic szemszögéről nézve egyébként. Ha megépítem a házat, én ki nem Na jó, jöjjünk vissza, annyi futurisztikus témánk van egyébként, nem csak egy még, de ez is nagyon-nagyon izgalmas. A múlt héten egyébként nagy meglepetésre megjelent egy vadonatúj Beatles dal. Nekem nagyon tetszik. Igen, ez nagyon, na ez az, hogy ez durva-e, nem durva, ez Beatles dal-e, nem Beatles dal. A sztoriát majd elmondom, hogy keletkezett, lehet, hogy a nézők nem feltétlenül ismerik, és meg fogjuk mutatni a dalt. Sőt, a videoklipbe is belenézzünk, mert az ad még egy plusz érzelmi faktort. Jövünk vissza ezzel a reklám után.
És már folytatjuk is a Estek Bocskort. Most a Rozival, Pásztor Annával, Szécsi Zolival és Németh Kristóffal. Hú, egy nagyon-nagyon izgalmas dolog következik most. Tényleg szerintem sokunkat meglepett az, hogy a múlt héten megjelent egy vadonatúj Beatles dal, és akár hiszitek, akár nem, ez egy olyan dal, amit még soha nem hallottunk, és igen, George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney és John Lennon adják elő. Azért a 30-nál fiatalabb korosztályoknak azért magyarázd, de mi az a Beatles? Légy. Na, azt most nem fogom. Nézzetek utána. Google a barátod. És ugye azt se felejtsük el, hogy a Beatlesből ma már csak két tag, Ringo és Paul élnek, hogy ez az egész, ez hogy lehetséges, ezt akarom elmondani. Tehát ezt a dalt még a 70-es évek végén írta John Lennon, felvette kazettára a New Yorki lakásában, zongorázgatott, énekelt hozzá, és hát ugye azt is tudjuk, hogy 1980-ban John Lennont megölték. Viszont a Beatles 1970-ben oszlott fel, tehát ezt a kettő között írta. Na most özvegye Yoko Ono 94-ben ezt a kazettát megtalálta, és odaadta Paul McCartneynak, hogy ha gondoljátok, kezdjetek vele valamit. Ők beültek a stúdióba, George Harrison a gitáros akkor még élt, és összerakták a hangszerelést a dal mögé, de hát az a kazetta az nem volt olyan jó minőségű, és akkor az egészet aztán úgy elfelejtették, eldobták. És most jön a nagy fordulat, mert a mesterséges intelligencia segítségével sikerült John Lennon hangját annyira letisztítani, leválasztani róla a zongorát, és olyan minőségbe feljavítani. Ja, szerintem hang is a John Lennoné volt. Persze. Igen. Az, az övé. De nem az eredeti. De az eredetit, az eredetit javította. De én azt hittem, hogy ez mesterséges intelligencia meg is csinálta a hangját. Nem, nem. Nem, csak feljavította, és levette róla a zongorát. Remastered. Tehát ez úgy kézzel el, hogy, hogy ott zongorázott, klimpírozott, Yoko Ono teát főzött, elesett, és ez mind belehallatszott. Ez mind belehallatszott. Elesett. És ezt leszette az intelligencia, és mai elvárásoknak megfelelőre, szintre hozta föl a hangot. De az a dal az amit ő akkor csinált. És így George Harrison akkor még élt, gyakorlatilag mind a négy Beatles tag hallható ezen a dalon, és erre készült egy videoklip is, ezt lehet, hogy meg külön kell értékelnünk, nem az egészet mutatjuk meg, Peter Jackson rendezte, és még mielőtt erről beszélnénk, hallgassuk meg ezt a dalt, nézzük. Na, hogy tetszik egyébként? Nekem nagyon tetszik, és szerintem az a hihetetlen az egészben, hogy ugye hogy a now and then, tehát hogy a most és akkorról, és arról, hogy hiányzol, nekem erről szól a szöveg, tehát hogy gyakorlatilag most két élő Beatles tag, minthogyha ezt megénekelné a két már elhunyt Beatles tagnak, és szerintem ez egy... Holott egyébként az egyik elhunyt írta, tehát nem a két de élő. De hogy ez milyen szép, ez egy szép, szép forgás szerintem. Igen, egy szép jövőbe látott. Abszolút igazatok van. És ugye valahol hátborzongotta is az egész, mert ugye a már nem élő George Harrison és John Lennon hallható így ebben az egészben. Szerintetek ez egy igazi Beatles dal-e? Nem. De. Szerintem nekem igen. De. Hú, na, kíváncsi vagyok. Mint zenész, mondanék valamit, de ezt te is meg fogod érteni, hogy annyi kicsi demó van otthon, amit úgy vettem fel a WC-be, vagy bárhol, hogy azt majd egyszer... A WC-ben? Ukulelével, vagy hogy félhelyezel ebben? Teljes dobszerkó van. Egyébként, igazából voltál már annál WC-ben, vagy egy kis stúdióban van. Gitilele van, az akkora, mint az ukulele, csak gitár. Na, és hogy... Gitilele, úgy hívják. És hogy ezeket a demokat, ezt nem hiába kettő perc alatt veszed fel a WC-be, úgy majd egyszer szépen kifejted és megcsinál. És én azért frászt kapnék, hogy mit tudom én, 50 évvel a halálom után ezeket a gyorsan följátszom dolgokat, így egyszerűen a félvilág izé hallgatná. De ne izgulj, Anna, mert a mesterséges intelligencia azokat a furcsa zajokat a WC-ből le tudja szedni. Csak hogyha hamis vagy mit tudom. De még azon is lehet, hogy a Kristóf, te voltál az első, aki azt mondta, hogy nem. Szerintem igen, nem igazi. Mert szerintem az alkotó folyamatnak ez az eleje, amikor az ember még demokat vesz föl. Tehát az alkotó folyamatnak ez olyan, mintha elkészülne egy új Michelangelo kép abból, hogy ő odakent egyet. Ezen a szinten hogy van szerintem. Hogy emlékezzen rá. Igen, hogy emlékezzen rá. Egy filmka. Tehát, hogy a zenészeknél is depláne úgy működik, amennyire én látom, hogy az, ameddig
az egy felvételre kerül, egy koncerten bemutatásra kerül egy dal, addig az a rengeteg összmunka, amikor kedden hazamész, de szerdára eszedbe jut valami, másképp gondolod, úgy játszik a másik, beleimprózik valamit, abból eszedbe jut valami, így alakul a nóta azzá, vagy így alakul a művészi produktum azzá, ami aztán, amire aztán azt mondjuk, hogy igen. Ez ezzel kapcsolatban lesz egy pár aggályom még, de várjál, ti voltatok, akik azt mondtátok, hogy igen, ez egy igazi Beatles dal. Abban az esetben igazad lenne, hogyha egyik sem élne, és most egy demókazettát megtaláltak volna, amit ők ott zümmögtek. De hogy ezt igazából azóta mind a három dolgozott rajta. És hát csak a John Lennon nem. Mind a hármójuk benne van, és nem az volt, hogy valami nyersanyagból az AI összerakott egy valamit. Oké, segítettek a John Lennon hangját letisztítani, de alapvetően azért a többiek rakták össze a zenét. De most képzeld el, hogy előkészítesz egy kaját, mert másnap jön a Michelin csillagos. Csak lehozza az én szintemről, hogy megintsem. Mondani itt az egy menüsor. Tehát, hogy holnap jön a Michelin csillagos bizottság megnézni, és előkészítesz egy kaját, amit csak a hozzávalók vannak ott, viszont véletlenül meghalsz másnapra, és ezt mondják, hogy tessék, itt van a Michelin menü. De mekkora zseni abból, amit előkészített. De várjál, mert hogyha a Krizman is Norbi, aki a Bestiának a séfje, lenne az, aki másnap kitálalja, akkor de pláne nem te csináltad. De nem, de akkor azért, tehát együtt dolgozunk, akkor is együtt dolgozunk, és akkor is, érted, ő hitelesít. Tehát vannak ember, én nem állhatnék oda kirakni, te nem állhatnál oda egy Beatles-dalt hitelesíteni, de ez na így de hogyha szerintem... te ott kirakod a uborkát, a tofut, meg a szójaszószt, a csillit és a izét, és még elkezded bírni, hogy... És a Norbi csinál belőle egy rántott húst, Nem. És akkor még egy pár jegyzeted ott van, hogy akkor a tofut megpörgetem a nem tudom mibe, az alágyújtok, megbunzolom, megszúj, és aztán akkor meghalsz, és a ceruzád így végül egy csíkot. És viszont a Krizmancsik Norbi összerakja neked, mert ő már dolgozott vele sokat, és dolgozott vele sokat, el tudta olvasni az utolsó a halál előtt ízét. És ez úgy van az étlapon, hogy Rózina utolsó dala. És kaptok egy Michelin csillagot, akkor az a tiéd? Ez trükkös kérdés. Igazából egyébként ez egy nagy tévedés, hogy a csillagot, azt tudom, az étterem azt kapja, most nem menjünk ebbe bele, kérlek, értsd a kérdést jól. De hogy? Szóval jó érzéssel hal, de hogy? Jó szeretném érteni, de hogy? Ha tudnád, hogy a nagy összeraki, akkor jó érzéssel halnál meg? Sóz meg! Hogy akkor ez egy jó érzéssel töltene? Ez egy alkotó csoport, én szerintem ez nem a John Lennon meggyalázása, szerintem ez egy nem, szép... Nem, semmiképpen a meggyalázása. Abszolút nem. Csak azt mondom, hogy szerintem ez nem az, mint hogyha ezt együtt szerezték volna, úgy, hogy a többi Beatles nótát feltételezzen. Jó, inkább az a kérdés, hogy ezzel több a világ, hogy ez van, több, vagy nem? Jó, akkor nekem más kérdésem van. Azért itt kronológiában nem véletlenül mondtam el ezt a dolgot. Tehát John Lennon már akkor nem akarta a Beatles-t, amikor ezt írta. Bőven, messze nem akarta már a Beatles-t. Nem akart együtt dolgozni Ringóval, Paul-lal, se George-al. Megírta otthon, de még a szóló lemezére se került fel, tehát lehet, hogy ez egy nagyon szar dal volt John Lennon megítélésében. Azért b***ta be a fiókba, elnézést. És ez a nem tudom, pénz, akármi Yoko Ono meg aha, elővette, de és odaadta. De rá volt írva a kazettára, hogy For Paul. Amit Yoko írt rá. Aha! Igen. Okay. Elfogyott a koszpénz ott, na, ha Yoko írt. Elfogyott a koszpénz. Legyük ez így. A halál előtt azt mondta, hogy Yoko, ha velem bármi történne, ezt égesd el. Így került hozzá a kazetta. Ha elfogyna a pénz, ezt add ki. Ez nem került rá John Lennon szóló lemezre. Ezt ő be a fiókba, és ez igen, bocs, nem tudom, és ezek meg erőszakolták az ő
harmadrangú szerzeményét. Nem akart maradni ez a kazetta. Szerintem ennyi. Mit akart a kazetta? Fenn akart maradni. 2023, 43 éven keresztül ez élt, ez létezett. Ahelyett, hogy elveszett volna a költözésnél, kidobta volna a takarítónő, hogy mi, ez mi a tököm, mert azt se tudja, hogy mi az a kazetta. Ez tehát a kazetta akart, élni akart. Így van. Nem érzed? Ez olyan, mint hogyha ez ötlen van bíróságú valaki azt mondta, nekem bejön, ez az álva nem akar neked befizetődni. Ennyire vagyok fatalista. Van-e a dal hallatán volt-e bármiféle ellenérzésetek? Igen. Valami diszonancia, valami... Nekem igen, de biztos azért, mert tudtam, hogy hogyan készült, tehát de bennem volt, uh-huh. És próbáltam, amikor először meghallgattam, próbáltam függetleníteni attól, hogy én tudom azt, hogy ez mi módon készült, tehát úgy hallgatni, mint egy új Beatles dalt, vagy ami de most az, került az elő. Kell, hát amúgy nem. Tehát, hogy ez nem lehet, csak úgy, most úgy hallgatom, hogy még él a John Lennon, hát persze, ez nem persze, hogy nem lehet. Hát, csak persze. Így lő. Kapsz egy jelvényt, amikor elviszi. Igen, szóval... Tehát, hogy volt ellenézés, de bennem is, bennetek? És szerintem nem olyan jó a dal egyébként. És nem tetszik a dal. Nem, nekem tehát te hagytad volna Joko helyében a fiókban. Szerintem csak a kazetta élni akart. Egyébként megható volt. Nagyon sok ilyen igazságtalanság történik művészekkel haláluk után. Tehát nem is tudom, talán József Attilának adták ki azt a kötetét, amiben a szabad gondolatok... igen, tehát azt például nem kellett... Elmegy úgy intézetben, azt nem kellett volna kiadni, mert ez egy annyira privát már egy olyan elmének, akit meg kellett volna hagyni annak, aki, és valószínűleg nem olyan motivációja volt azoknak, akik kiadták, mint a Beatles élő tagjainak. Anna, ha te ma rendelkezhetnél, hogy a halálod után mit csinálnának a te ének hangoddal, használhatják, nem használhatják, te hogy rendelkeznél? Szerencsében ilyen Cubase-be dolgozok, és én szoktam fölvenni a dolgaimat, és vágom is, úgyhogy azonnal kuka az összes rossz, tehát hogy nem akarom senki más meg, csak a jót tartom meg, tehát letisztázom. De nem teljesen így értem, mert ugye ez most egy talán etikusabb verziója annak, amit a mesterséges intelligenciából csináltak, vagy képes csinálni, de mondjuk, hát ugye tudjuk, hogy képes már a mesterséges intelligencia akár beszéd hangfoszlányaidból akár dalt kreálni. Most beütötted a ChatGPT-be, hogy kicsoda Pásztor Anna? Nem, én azt ütöttem be, hogy írja Anna ne Barbiz dalokat. És írt egyet, és szerencsére nagyon rossz volt. És megkérdezte tőlem, hogy jó-e, írtam, hogy nem. És akkor kérdezte, hogy miért, mondom, nincs benne rím. Azt mondta, még egyszer megpróbálkozok, így remegett a kezem, hogy jobbat ír, mint én. Megint nem volt benne rím, úgyhogy adok neki még 10 évet. Én is kipróbáltam, és megmondtam neki, hogy írjon egy barátok köszönetet megint, és jó. Mondjuk a szint máshol van. Erre akartam célozni. Bármit ír, jó? Tehát, hogy én végrendelkeznék arról, hogy bármi, ami rólam fölkerült az internetre, abból ne állítsanak, ne gyúrjanak össze, ne. Mint a kiskutyám szőréből egy másik karcsi kutyát nem lehet összeállítani. Tehát, hogy belőlem se rakjanak össze egy Pásztor Annát, akivel majd csevegni lehet, akivel majd megbeszéljük az élet dolgait. Vagy akár énekel. Ez a jövő. És Kristóf színészeknél ugye ez egy, most ért véget a színész sztrájk. Ezzel igen. Kapcsolatban Tom Hanks úgy nyilatkozott, hogy halál után bármit nyugodtan játszassák, örülne ennek. Más színész azt mondja, hogy kizár dolog. Te hogy érzel ezzel kapcsolatban? Én úgy érzem, hogy bármi történhet, mint hogy a szerveimmel vagy a testemmel. Tehát engem nem fog érinteni nagyon. Akiket én szeretek, azokat se annyira, vagy egy nagyon kevés ideig. Tehát, hogy engem különösebben nem érdekel, hogy a halálom után, nem tudom, 100 évvel most akkor mit csinálok. Eljátszott Hitlert egy filmben. Igen, de képzeld, hogy egy negatív propagandához használnak fel. Én ettől független vagyok, attól, hogy mi lesz itt az én halálom után. Tehát engem nem annyira foglalkoztam. Bevallom őszintén. Kicsit rosszul esik azért ez nekünk. De ugye azt is teljesen megértem, hogy ugye Gesztesi Károly kapcsán ez most felmerült konkrétan, igen. Hogy a Shrek következő epizódja is, hogy
és a család ugye teljes mértékben letiltott mindent, és teljesen meg tudom érteni, hogy egy szerettem, egy ismerősöm egy kreálmányban ne szólaljon meg újra, és tehát annak űrletes érzelmi reakciói vannak. Engem velem lehet csinálni bármit, úgyhogy... És Zoli, mondjuk, hogyha lenne a vízilabdával, tudod, vannak ezek a Xboxos, vagy milyen játék, mint a FIFA, lenne ilyen vízilabdás, és mondjuk... Biztos, hogy van, nem? Biztos, de úgy, hogy rendesen személyeke minden évben megjelenik, hogy a FIFA, mondjuk lenne vízilabdás, és nem tudom, Lajos Mizsén, az alkoholista Pali bácsi ül a kanapén, és játszik egy olimpiai döntőt, ahol 5-0-ra kikaptok a szerbek ellen, azért, mert ő rosszul rángatja a Szécsi Zolit. Nagyon megtisztelő lenne, hogyha Lajos Mizsén Szécsi Zolival játszanának az Xboxon. Ugye? Tehát megtisztelő. Nagyon, ez tök érdekes. Igen. Igen, de mondjuk, hogyha most egy pornó figurát csinálnak belőle. Egyébként belőled. Pont ez jutott eszembe. Istenem. Neked is az Zoliról jutott ez eszedbe? Vagy az nem, arról, hogyha mondjuk, hogyha halálom után mondjuk én kerülnék bele egy pornó. Az miért nem? Egy BDSM. Én ott lenne a pornó verziója Szécsi Zolinak, én meg Hitlernek öltözve. Csodálatos. Ez a jövő, hallottam. Nem tudom meg a mesterséges intelligenciának ezt azért összehozni. Én megosztottam. Te hogy fogsz ebben szerepelni? Mi szeretnél lenni? Én viszem a sót. Na, még egy futurisztikus téma, szerintem ez baromi izgalmas. Képzeljétek el, hát mindenki tudja, ebben vagyunk, hogy a világ egyik fő trendje az, hogy minél fiatalabban tartsuk magunkat, minél jobban nézzünk ki, minél jobban kitoljuk az életünk határait, tehát gyakorlatilag minél szebbek legyünk, és minél később halljunk meg. Ebben vagyunk mindannyian, nem? Tehát, hogy de. Abszolút. És most itt beszéltünk már túlnépesedésről, hello Kristóf. Köszönöm szépen. Már megint én vagyok a téma. Ennek fényében... Az alkohol és a szex. Viszont baromi érdekes az, amit Rab Árpád jövőkutató itt felvázolt, egy nagyon jó fej, mi többször beszélgetünk vele a rádióban, ő azt a kijelentést tette, hogy hamarosan megszülethetnek annak a generációnak a tagjai, akik már soha nem halnak meg. És ezt a következőkkel indokolta. Egyrészt nagyjából az ember egy ilyen 40 évre van belőve, arra van kalibrálva, és most már ugye orvosi eszközökkel tudjuk ezt kitolni 80-100 évig körülbelül. És a neurobiológia nagy forradalma is zajlik jelenleg, és akkor azt mondja Árpád, hogy most már van elég adatunk, és ha nem is feltétlenül az emberi test egyre jobbra cserélése, de az öregedés megállítása a sejtcserékkel, akár testrészek pótlásával elérhető lesz. Azt fogja ezt kiváltani, hogy nagyon gazdag emberek már viszonylag hamar meg tudják ezt engedni maguknak, de a technológia fejlődik annyira, hogy előbb-utóbb, az a 100 év múlva már bárki vehet magának egy új testet cserékkel, és így gyakorlatilag folyamatosan életben tarthatja magát. Először is a hír hallatán ez egy jaj, de jó érzés nektek, vagy egy ilyen vele borzongok? És... Borzalmas. Borzalmas. Borzalmas, persze. Tehát a mulandóság az az élet lényege. Tehát, hogy, és egyébként... Másoknál, de magadra nem? De. Tehát én nem akarok múlni. De, szerintem hát én, ha választani lehetne, hogy örök életű legyek, vagy meghalljak, én biztos, hogy a mulandóságot választanám. Én örök élet. Ön is. Örök élet. Örök élet. Örök élet. Nem, Zoli? Múlni akarsz? Én 75-ig kérem, mondom, már minden ajándék, köszönöm. Jaa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 a
egyébként, ő azt mondta, hogy nem tudom, 76 éves koráig fog élni, és ugye ezt tudja magáról. És hát emlékszem, hogy amikor közelgett, akkor úgy beszélgettünk, és mondta, hogy hát lehet, hogy azért ebben lenne még. És, aztán közel 89 évig élt ő. Tehát, én nem korán szeretnék meghalni, csak legyen vége, mert sokkal jobban értékeled, és sokkal jobban drive az egészben. Az a borzasztó, hogyha az ember sokáig él, ugye mi van a szeretteiddel, mi van a világgal, ami körülötted, ami neked fontos. Hát igen, Rab Árpád azt mondja, hogy ez mindenki számára, 100 év múlva mindenki számára elérhetővé válik. Tegyük fel, ma tartunk ott, tehát le tudsz menni a Tesco-ba, tudsz venni magadnak vesét, májat, agyat, a gondolataidat. Még májat? Még két májat. Úrra lesz szép végén, művész úr! És le tudod tölteni egy pendrive-ra a gondolataidat, a tudásodat, a tapasztalatodat, agyba, bele, fissza, minden szuper, tehát ahogy ma elmennél-e bevásárolni. De semmi bajom, miért mennék el vásárolni?
Nem tudom, én lehet, hogy elmennék. Mit vennék? Bocsi, azt meséld el neki. Mit vennék? Vennék szívet, mert tudom, hogy ezt már használtam. Összetörték. Nagyon cuki vagy. Vennék. Jó zenész. Titanicon is meg. Ez olyan, mint a demóda WC. A süllyedő hajók mindig előjönnek. Nem, azt akarom mondani, tehát, hogy ez a halhatatlanság lenne és létezne. Ugye, ha belegondoltok, az ember folyamatos, ti is mondtátok, folyamatos tervezésben van. Tehát gyakorlatilag tanulunk, hogy valamit elérjünk, családot alapítunk, általában tervezi az ember, hogy mikor legyen gyereke, bizonyos életkorra mennyi vagyonan legyen, majd milyenek legyenek a nyugdíjas évei. Ez nálatok, ha lenne halhatatlanság, más terv szerint menne. Hát pontos értelmét veszteni minden. De hát csak kihúzod. Lehet, hogy annan nem is építkezne ma. Hát pontosan. És semmit nem is csinálna, mert ráér. Nem, minden ráér. Igen, a halhatatlan ráér. Eleve megszűnne a nyugdíj, te mondtad. Igen, nincs is nyugdíj. Nem az van, hogy 65 éves koromtól, akkor még van 200 balin. Nem, hát az... szerintem végre az emberek lenyugodnának, és szépen lassan csinálgatnának türelemmel dolgokat. Az egyetemet is nyugodtan lehet, hogy mit a 15 évig csinálhatnának. Teljesen. És én megtanulnék még nagyon jó gitározni, nagyon jó billentyűzni, vagy 20 hangszeren megtanulni. Abszolút. 5 nyelvet megtanulni. Engem is inspirálna. Nem így vagyunk kódolva. Tehát bizonyos manuális dolgokat ilyen 18-22 éves korodig tudsz készséggel elsajátítani. Erre mondják, 40 évesen ne ülj föl motorra, mert nem úgy fogsz motorozni, mint aki 12 évesen. Ez átalakul, azt nem motorozzál. Igen. De ha te csak 40. Igen, sokkal több a perspektívát. Nem esnél pánikba egy vállás után, hogy lesz-e még újra pénzem. Tehát, hogy egy csomó hozadéka van ennek egyébként. Máshogy osztanánk be a... Mondjuk a tartásdíj... Értelmét veszteni az egész. Nem igaz. A tartásdíj a p***s. Egy nagy p***s. Jobban meggondolnád azt a három gyereket? Sosem nem. De nem arra gondolj bele, hogy mi van 100 évesen, mi van 200 évesen, hanem amikor mindent kipróbáltál, már minden hangszeren 100-szor játszottál, és ott vagy 600 évesen. De van kicsekkolási lehetőség, tehát van, amikor az ott engedélyezik az eutanáziát. Nem eutanáziát. Itt nem. Nem, a 200-nál besétálsz. Nem kell újra cuccot venni a Tesco-ban. A vesepultnál. De mi van 500 évesen? Mi az, ami még motivál? Nem arról beszél. De nem kell venned? De mit nem kell vennem? Nem arról beszélek, 500 évesen mit akarsz még megtanulni? Amikor már mindent láttam, már minden nő meg volt. De ha eljutsz ide, akkor nem mész be. Ezt mondom, kérdezd meg akkor, nem tudom. Ja, hogy meghalhatok, ha szeretnék. Ha szeretnék, meghalhatok. Hát úgy, hogy nem veszel új cuccot, agyat, meg értem, izért. Értem, tehát nem az van, hogy örök élet. Rabárpád nem ezt mondta. Azt mondta, hogy megvan a lehetőséged rá. Az már mindent megcsinálta, mindenki próbálta, mindenki megvolt, akkor. Igen. De a gyerekek hogy nézik már? Figyelj, most már remélem nem fog elmenni újra. Kéne a kecó, nem? Megy a papa, megint a hentes bolc. Még 100 év! Buktuk az örökségedbe így. Letett örök szatrot! Papa, te nem is azt a bájod! De Black Friday van! Igen, ez a tervezés, ez átütemeződik. Te például ilyen iszonyatos szaporodásba kezdtél, és ezt másképp terveznéd? Persze, itt beszélgetni, mint a 300. gyerek után. Megsajt a 300. és megmutatta a családi fotó. Na de amúgy is túlnépesedés van, és hát ugye ez így hatványozódik. Mi lenne arra a megoldás? Tehát tegyük fel, mindenki akar ezzel élni, ugyanazok lennénk. Új bolygó. Persze, hát van. Jó, a népírtás nem opció, tehát hogy mi lenne a új bolygó? Holnap már meg lesz a kosztrány német listó, fotbolygó mentőcsoport.
Na de, de nem rossz, amit mondasz, például, ha bevezetnék... De rossz. Bevezetnék a szaporodási stoppot. Akkor nekem végem lenne. Na, várjál, Kristóf. Tegyük fel, az lenne a szabály... Nem, az lenne a szabály, hogy vagy vásárolhatsz magadnak halhatatlanságot a Tesco-ban, de akkor nem csinálhatsz gyereket. Aha. Hát nyilván... Ez egy jó kérdés. Jó. Tehát nyilvánvalóan az utódok, nyilvánvalóan amellett döntene az ember, azt gondolom. De itt mondhatunk mi szépeket, de az ember egoizmusa az mindig nagyon erős motivációt tud lenni, amikor te valóságosan szembe jön az a helyzet, hogy figyelj, lecserélheted, tudsz egy betegséget, ezt ki tudjuk ütni, kapsz egy újat. Én szerintem van annyira önző az ember is mindenki, hogy azért ezen elgondolkodna erőteljesen. Hát csak a látást nézzük, hogyha rossz a látásod, és műtetni lehet, azért az ember elmegy, nem? Szeretünk látni, tehát nem úgy, hogy jó, és van minden, ez hozzátartozik. Elmegyünk szépészetre, elmegyünk erre-arra. Igen, de attól még ugyanúgy tudod és látod, hogy egyszer lesz vége, csak sokkal jobb az egész. Tehát most nyilván nem fáj a térded, mert megműtötték. Tehát az életminőséged jobb. Folyamatosan nő ugye az átlag életkor, de nem olyan drasztikusan, hogy örök életről beszélünk. Most, hogyha ez még 10-20 évvel több, akkor tök jó, örüljünk, vegyük el. Igen, de az a végtelenségben azért... nem mennél részt. De például, hogyha ez a bocskorsó a középkorban lett volna, egészen máshogy lennék költözködve. Hát te mondjuk nem, de... De ott mi a 28-30 évig... Csak a végén a Simit Sanyi, aki legkevésből szórakoztanak, lecsapná a fejét egy palmát. Hashtag bocskor! Nem nyert! Hogy akkor ilyen 28-30 évig éltek az emberek. Tehát, hogyha akkor ez felmerült volna, hogyha ha lenne majd olyan, hogy kicserélnél vala a személyt vala, akarnál, de te vala, mit tudom én, hogy úgy beszéltek, csak hogy, és akkor én nem, én viszont igen. De tényleg, hogy a jövőben ki tudja, hogy tehát innét oda nézve az vicces, hogy miért nem festetné be a haját, vagy mellóharisnyát, vagy push-up melltartót meg. De ezek mind olyan kis szösszenetni dolgok, amit most már azért úgy csináljuk, és olyan semmi. De lehet, hogy egy mit tudom, 200 évre ide, hát egészen máshogy néznek ránk, hogy miért ne? Hát persze, hogy hát most azért 100 évekig élünk, az háromszor annyi, mint a középkorban, az nagyon durva. Ja, abszolút. Na jó, akkor tegyük fel, mondjuk az ATV meglepne bennünket, és most itt a Sanyi behozna egy ilyen örök életcsomagot egy embernek. Döntsük el, hogy ki kapja. Most ismertétek az álláspontokat, tudjátok, hogy... Te vagy a házigazda, én odaadnám. Most komolyan, a Kristóf nagyon lelkesen, Anna nagyon maradna, tehát ki szeretnél múlni, Zoli inkább filozófikus. Mi azért várnék egy kicsit. Jó, szavazzuk meg. Látod a Zolit? Fél úton. Kinek szavaznánk meg ezt a csomagot? Az örök élet csomagot ma már megérkezett hozzánk. Nekem én annyira... Te lemondasz. Én nem mondok, és most kiderült, hogy a szíved is össze van törve, úgyhogy igazából én neked. Új szív, új máj. Lehet, hogy májat adnám a Kristófnak, de én neked szavazzak. Szétdobálnám a csomagot. Anna, te lennél egoista? Én nem vagyok ilyen veszekedős, tehát én fatalista vagyok, tehát hogyha nekem meg kell érni azt a korszakot, amikor én kaphatok esélyt arra, hogy nagyon sokáig éljek, akkor szívesen, de az, hogy én örre menjek azért, hogy most én legyek az első, az nem. Tehát ha valakinek jobban szüksége van... De ami megszavaznánk neked? Akkor az köszi. Az köszi. Kristóf, szerinted ki érdemelné meg itt a leginkább? Nyilván te. Köszönöm a csomagot. Pedig van egy rész, jövünk vissza a reklám után. Most már semmi futurisztikus, hanem egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus téma következik.
Ugye rengeteget röhögtünk már azon, amikor egy férfi a barátnője vagy a felesége nevét, vagy egy csaj a férje vagy a barátja nevét magára tetováltatta. Ugye rengeteg, ezek mindig, hát nagyon vicces. No de, képzeljétek el, hogy itt van egy szerintem amerikai csaj, azt hiszem igen, megnézem, hogy hogy hívják, Anna Stankowski. Ő egy influencer egyébként. Tipikus amerikai név. Amerikában minden név amerikai név. Tudom, így van. És ő, képzeljétek el, annyira szerelmes a fiújába, hogy a homlokára tetováltatta a nevét. Akár hiszitek, akár nem, itt van hozzá a videó. Kevin! Kevin! Nem lehet, hogy rettegésre többet. És így már nem tetszik Kevinnek. Na, gyerekek, egyébként egy nyilván felkérdezték ezzel kapcsolatban, és azt mondta Anna, hogy sokan mondják, hogy meg fogom bánni, de én csak azt látom, ha a tükörben nézek, hogy szerelmes vagyok. Szerinte, ha szeretünk valakit, akkor azt meg kell mutatnunk, bizonyítanunk kell, ezekről majd beszéljünk, és még azt is tanácsolja, hogy ha a csajod nem hajlandó a homlokára tetováltatni a neved, keres olyat, aki megteszi. Na. Mennyi magányos ember lesz a földön? Gyerekek, láttuk, hogy Anna mennyire meg van győződve erről a dologról, de próbáljunk egy picit Kevin lenni, jó? Nekem nagyon ijesztő lenne. A selfie fordít. Fuss, Kevin! Hát itt azt mondta, hogy annyira fog Kevinnek tetszeni. Szóval nézzük azt a helyzetet, amikor a párotok előáll azzal, hogy magára tetováltatná. Eljátszunk! Mi szeretnél lenni? Anna. Hello! Édesem, ki az a bocsi? Na, figyelj, a szerelem tényleg nagyúl, és az ember hajlandó és hajlamos bolondságokat csinálni, tehát Kristóf, a párod meg akarja veled beszélni este... A negyedik utolcsorsát. Ehhez a feltételhez hogy, kötünk. Hogy a homlokára szeretné tetováltatni azt, hogy Kristóf. Igen, elképesztő az ötlet. Na de ez óvatosan, mert ezt tudod, hogy a szeretet jele, ez egy örökké összetartozás szimbóluma, és nagyon-nagyon meg tudod bántani, sőt, vélhetően még azt is érezheti, hogy te kételkedsz a kapcsolatotokban. Aha. Én volt egy másik influencer, aki a Messinek a nevét tetováltatta a homlokára a világbajnokság után. Okay. Megbánta, és pénzgyűjtés szervezett, hogy le tudja szedetni a tetoválást. Pedig Messi egy örökkebb szerelem tud lenni, mint Kevin. Ezt honnan tudod? Hát úgy, hogyha valaki... Simán, tehát, hogy rajongsz valakiért. Tehát valaki futballklubot... Tehát Messi nem fog megcsalni. Messi nem fog megcsalni, Messiben mindig lehet hinni. Előre tekerném amúgy a videót, tényleg nagyon helyes így a Annácskának az arca, és akkor előre pörgetjük, amikor megtudja, hogy Kevin megcsalta. Jó, ezek mind jogos kérdések. Nekem két párom volt, aki magára tetováltatott velem kapcsolatban valamit. Ne hülyeskedj. De, igen. És egy aranyköpésedet? Nem, az egyiknek egy szívet, az aranyköpésemet magát. Azt látom magad előtt, az a tetoválás. Nem, egyszer az egyiknek egy szívet rajzoltam a kezére, és úgy jött vissza, hogy az oda volt tetoválva. Univerzális, semmi, az bárkire így van. A másik, egyszer volt egy becenév ide tetoválva, az is meglepetés volt. Róval kezdődik?
Az én, ahogy ő engem abban a kapcsolatban hívott, az volt a becenévi. Rozzancs? Szar lett volna meg. Vagy az egész mosal a rozina, tudod? Az egész. És a volt egy harmadik alkalom, amikor valaki valamit velem kapcsolatban magára akart tetovált, és azt már lebeszéltem. Mert az előző két szakításnál bennem, ez bennem volt, hogy ők ott vannak egy életre ezzel a dologgal, és nem volt egy olyan jó érzés. És aztán a harmadiknál azt mondtam, hogy figyelj, léci, ne csináld. És a becenév az univerzális? Tehát az utána Marikának is lehet? Az a becenéve később? Nem kicsim, vagy drágám, vagy ilyesmi volt. De róval kezdődik. Át lehet inni Ronaldóra? Vagy messzire akkor messzire. Már. Szóval én nem tartom ezt egy jó ötlet. Jó, és hogyha azt mondaná Kristóf a feleséget, hogy jó, megértelek, rejtett test része. Tehát, hogy már csak bikiniben lehet látni Kristóf. Simán, sem probléma. Persze, sőt. Tehát így egy ilyen borda felirat? Legyen egy alap. Igen, de akkor rajta lehetek én is, tehát akkor lehet ebből figuratívat csinálni. Yeah! Hol szeretnél lenni? Hol szeretnél megbújni? Vannak ötleteim. Szóval nekem vannak a verzióim az egész tetoválásra kapcsolatban, bevallom őszintén. Még nem zavar, elfogadom, tök megértem, nagyon jó barátaimnak van, miért fontos. Nem tartom valószínűleg, hogy nekem valaha is lesz, és nekem van egy ilyen pici értetlenkedésem, főleg az ilyen Kevinekkel kapcsolatban. Picit tumásnak érzem. Hadd idézem Annát, azt mondja, ha szeretünk valakit, azt meg kell mutatnunk, bizonyítanunk kell. Mi van most jelenleg rajtatok, ami bizonyítja azt, hogy páratok van, ami bizonyítja azt, hogy szerelmesek vagytok, mert ugye most Anna elvei alapján, tehát kifelé mutatni kell, hogy te valakié vagy. Van-e bármi rajtatok? Hát szerintem a mosolyom meg a szemem csillogása. Édesem. Igen. De tényleg is. Kristóf, tegyük fel, egy partin egyedül vagy. Ne vagy nyomva. És tapadnak rád a nők, te mivel üzensz, hogy nem vagy kapható, hiszen neked van valakid? A nézés. A mosolyával és a szemek csillogásával. Hát ebben az állapotban. Kizárólag a nézésével, meg a járással. Szóval rögtön tudnánk, hello baby. Kristóf kapcsolatban lehet. Szerintem házas. És minimum háromszor szaporodott már. Éreztétek-e valaha azt, bármelyik pár kapcsolatotokban, régebbről is lehet bármi, azt, hogy a párotok meg akar benneteket jelölni? Ja. Tehát, hogy... Hát persze, hát hogy van? Hát ez kamaszkorban... Egy vadászgörény jöjjön. De tudjátok, ez a jelenség van. Tehát ez abszolút van. Ez lehet akár egy... Nyakiszívás. Mi? Nyakiszívás. Hát ez kamaszkorunkban nagyon, nagyon menő volt. Mi egymástól szívkodtuk ki a barátaimmal. A szomorú nyakszívó fiúklubja. Hát, hogy mutathassuk, hogy csajozunk, érte? Ez kész. Egymás nyakát szívkottátok. A kis vámpír klub. Nem beszélünk. Tudjátok, hogy van ilyen? Tehát most tényleg kíváncsi vagyok, hogy volt-e olyan vala, amikor úgy... De lehet, hogy akár a kocsitba elhelyezett egy olyan rózsaszín plüss oroszlánt, hogy csőbombát. Igen. Bármi. Vagy fél óránként hívott. Vagy, tehát amikor úgy érezted, hogy igen, a párom gyakorlatilag engem jelöl. Igen. Észrevettem egy idő után kapcsolatokban, hogy eleinte nagyon tetszik nekik ez a vehemencia, amilyen én vagyok, és utána megpróbálják ezt egy kicsit kordában tartani. No. Tehát az, hogy ne neves túl hangosan a moziba például. Tehát, hogy eleinte, hogy milyen jó, hogy ilyen vidám csajom van, és utána maradjál már, mindenki néz. Hát az kell. Ez és utána ugye ruházat. Mármint, hogy ez annak kellemet. Egyébként
nem az a csávója. Szó sincs róla. Nem, az, amikor átszólnak, hogy már nem tetszik az, ami... amilyen vagy. Igen, igen, meg hogy túl sok vagyok, vagy, mit, vagy meg egy idő után, hogy miket vegyek föl, és miket ne. Tehát, hogy abba is, hogy tudja, hogy milyen vagyok, és hogy, mit tudom én, lehet, hogy egy pár év után, hogy azért lehetnék kicsit nőiesebb. Tudod, ettől megyek a falnak. Tehát, hogyha nem látod bennem a nőt, akkor felejtsd el. Tehát, hogy érted, én szerintem... Tehát, hogy ilyen apró kis átalakítási... De igen, de ez egy más sztorit, mert itt pont arról van szó, hogy egy át akar formálni egy kapcsolat alatt, és szerintem az már egy hiba, hogyha... És nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy projektálunk. Tinők. hogy jó, most ilyen, de majd akkor majd megnyugszik, vagy majd... majd nem, hát nem. Igen, alapanyagnak jó lesz, kicsit dolgozunk rajta, aztán majd megszületik, amire vágyunk, de nem. És hogyha azt mondaná partner Tetko, tehát, hogy te is Zita, ő is Kristóf. Te is fiam Zita. Te is fiam Zita, mondod át. Na? Jaj, Istenem, hát... Én most csináltattam partner Tetkót. És de az egy szimbólum. Gratulálok, igen. De nem kapcsolatban, hanem csináltunk egy tábort lent Köveskálon, Káli-medencében, és hatan voltunk, ebben a hatan heten voltunk ebben a táborban, és annyira jól sikerült az egész, hogy mindenki tetováltatott utána. Ugyanazt? Hárman, négyen ugyanazt, és akkor némi modifikációval a többiek valamit, ami az ő élményükhöz kapcsolódott. Egyébként én egy kis vulkán. Mit csúszta? Főző lap, vagy? Nem, egy kis vulkán, most innen nem látszik, de itt így látom. De látom, igen. Egy kis vulkán. És ez mit szimbolizál? Hát tehát a Káli-medence, a vulkanikus Köveskál, és az a régió, ott kirándultunk ezek közt a vulkánok között, és iszonyatosan. És milyen a Köveskál egy tetkós csávó? Nem, ez Budapesten, már Budapesten történt a tetoválás, mikor már visszajöttünk. Ez a kis modifikáció, ez furcsa, mert Rózi mondaná, hogy csináljuk egy partner tetkót, mit tudom, és akkor mondaná, hogy kis modifikációval oda lenne, hogy Zita. Szerintem az egy szép emlék lehet, tehát, hogy párkapcsolatban vagy, és mondjuk valamit tetováltok közösen, és ne a nevet lehetőleg, mert az a következő partner az nevet. De hogyha van ott egy, mit tudom én, egy kis virágocska, az egyik szirma itt, a másik ott, vagy itt a bármely szívecske, vagy egy hullámocska, és akkor az ott marad örökre, attól, mert mondjuk egy másik partner kapcsolatban, vagy még emlékezhetsz rá, hogy azért és az ha nagyon csúnyán váltatok el? Akkor is. Az az életed akkor része. Persze. Hát, minek ezt fölvinni a bőre? Hát én de én nem szeretném, most őszintén nem szeretném a régi emlékeit simogatni a feleségemnek, érted? A kis virágszirmokat, meg a nem tudom, fél villámokat. Ó, Józsi! De nem. Én ezt nem akarom. De Józsi átúzva, nem? Józsi, no, tudod. Először csak mother, és aztán utána. Kristóf, bocs, hogy belerángatlak ebbe a témába. De tegyük fel, ő megcsinálta a nagy meglepetést, Tetkót Kristóf a homlokán, és megszoktad már, tök jó, nevelitek már az ötödik gyereket. Mindenki rávéd, hogy Kristóf. De valahogy aztán megromlik a kapcsolat, elhidegültök egymástól, és válásra készülsz. Ez a Kristóf felirat a homlokán, ez átgondoltatja veled jobban. Mit? Maradhat-e? El akarod a videót, mert elvitt. Hát mi befektetés, amit a Tetkósban fizettetek? Emni polírozni. Micsoda befektetett érték. Nem, jobban meggondolnád de a válási szándékodat, hogyha tudod, hogy ott hagyod ezzel a... Hát, Kristóf. Itt egyetlen egy verzió maradt, én is felírom videót. Kristóf! Gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm, szuper volt, tényleg nagyon jó volt. Köszönöm szépen, itt volt ma. Mosala Rozi. Pásztor Anna. Szécsi Zoli. És Mire Kristóf. Jaj, de szép volt. Majd a szezon végén csinálunk egy ilyen... Hashtag bocskorosak. A saját magát tetováltatja magát. Igen. Az a fel sem merült, hogy Zita. Kristóf. Óriás volt. Köszönöm szépen, egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra, jó éjszakát.